Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal? Mi baj van a jelenlegi világgal? Rossz. Buta. Rossz? Mit mondtál? Buta. Buta? Tudatlanság. Tudatlanság? És avval mennyire vagy elégedett, amifelé a világ halad? Hátrafele, nem előre. Szakadék. Megyünk a szakadék felé. Hát a szakemberek azt mondják, hogy megyünk egy harmadik világháború felé. Szerintem nem lesz harmadik világháború, de mindegy. Azzal lehet jól ijeszgetni az embereket a harmadik világháborúval. Lehet az embereket félelembe tartani. Lehet olyan reakciókat létrehozni az embereknél, amit egyébként nem csinálnának. Hát ugye itt a, nem a, az esetlegesen bekövetkező harmadik világháború a gond. Miért? Hát mert akkor úgyis meghalnak az emberek, egy harmadik világháború lenne. Tehát akkor úgyis elszabadulnának az olyan tömegpusztító eszközök, ami ugye egy pillanat alatt kipusztítja akár az emberiséget. Szóval nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogyha az emberek, tehát nem lesz harmadik világháború, már pedig szerintem nem lesz, akkor hogyan megy tovább az élet? Ha mondom, ha az emberek meghalnak, akkor utána már nem szenvednek. Nem? Tehát itt, ha megnézitek, akkor azt látjátok, hogy egyre többen, egyre többet szenvednek az emberek, nem? Tehát, és ugye ez elindult, és akkor ez így megy tovább, tehát egyre inkább. Egyre többet, és egyre többen szenvednek. De hát ugye miért? Mert egyre tudatlanabbak az emberek, és egyre nagyobb hülyeségeket csinálnak, ez a világ minden szintjén igaz. Tehát nem csak az egyszerű állampolgárok szintjén, hanem a vezetők szintjén is igaz. Lehet az cégvezető, vagy lehet az állami vezető, mindegy. Egyre nagyobb a hülyeség. Tehát igazából, ha jobban megnézzük, az tényleges vezetők a világban, akik mögött ott van mondjuk valamilyen hatalom, hát azokat egy dolog érdekli igazán. Mi lehet az? A profit. Nem? A profit. Tehát, hogy minél több pénzük legyen, mert minél több pénz, annál nagyobb hatalom, nem? És ugye az nem számít, hogy minek a rovására lesz több pénzük, vagy kiknek a rovására lesz több pénzük. Az a lényeg, hogy több pénzük legyen. De hát ez nem túl etikus. Csak hát ugye ez úgy működik, hogy minél több pénze van valakinek, annál több a veszteni valója. Tehát minél több a vagyona, vagy minél nagyobb a hatalma valakinek, gondold végig, annál nagyobb a veszteni valója, nem?
Tehát minél följebb jut valaki a vagyoni létrán, vagy a hatalmi létrán, annál nagyobb, nagyobbat esik, hogyha kikerül abból a hatalomból, vagy mondjuk elveszti a vagyonát. De hát ugye azt mondanák, hogy miért vesztenék el? Tehát, hogy tiszta és világos legyen. Tehát azok az emberek, akik nagy vagyonnal rendelkeznek, azok azért tudtak nagy vagyonnal rendelkezni, mert ki tudták használni az emberek butaságát, tudatlanságát. És gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az emberek butaságán, tudatlanságán gyarapodtak. És ez tényleg így van, ha ennek utána nézel, akkor ezek a bődületesen gazdag emberek, ezek mind az emberek butaságán, tudatlanságán gazdagodott meg. Mind, kivétel nélkül. Tehát akkor, ha meg lehet gazdagodni az emberek tudatlanságán, butaságán, gondold végig, akkor nekik az az érdekük, hogy az emberek buták maradjanak, tudatlanok maradjanak, nem? Nem? Logikus. De az embereknek az az érdekük, hogy tudatlanok és buták maradjanak? Tehát az az érdekük, hogy rajtuk meggazdagodjanak emberek? Gondoljátok végig. Az az érdekük. Tehát az egyénnek az az érdeke, hogy más rajta gazdagodjon. Hát ha valaki azt gondolja, hogy az az érdeke, akkor elég buta. Nem? Vagy elég tudatlan. Tehát most mondom, logikusan gondoljátok végig, ha nem hiszed, nézz utána minden gazdag ember, amelyik ilyen ultragazdag, az az emberek butaságán, tudatlanságán gazdagodott meg. Mondom, utána tudsz nézni, hála Istennek, mindenféle dokumentumfilm van fönn az interneten azokkal kapcsolatban, hogy ki hogyan lett gazdag, vagy hogyan tartja meg a gazdagságát. Érted? Vagy hogyan lettek még gazdagabbak. Hát most mondok példát, jó? Tehát ugye a nagyon gazdag emberek, inkább családok, azok bankokat működtetnek. És a bankoknak a legnagyobb biznisz vajon mi lehet? Hm? Mi lehet a legnagyobb biznisz a bankoknak? A hitelezés. A hitelezés. És tudod azon belül mi a legnagyobb biznisz a bankoknak? A hitelezésen belül? Ha? Így van, ha nem tudod visszafizetni. Nekik az a legjobb, ha nem tudod visszafizetni. Ez nem mindig így volt, de ez most úgy van kialakítva már, hogy ez így legyen. Nekik az a legnagyobb biznisz, hogyha az emberek nem tudnak fizetni. Oké? Na most, ugye miért? Mert akkor potom pénzért hozzájuthat mondjuk ingatlanhoz. Érted? Mert ugye valaki nem tudja fizetni, akkor elálverezik az ingatlanját, és na most ez olyan érdekes, hát egy ilyen ingatlan álverezés az elvileg titkos. Hát de valakik csinálják. Tehát ami azt jelenti, hogy valaki fölteszi a netre, hogy álverezni fogják, az magától nem megy föl. Valaki azt megírja, azt a szöveget, azt, hogy azt az árverezési szöveget, tehát egy csomóan benne vannak, akik tudják, hogy árverezés lesz, és mikor lesz árverezés. Tehát nyilván a lakosság nem tudja, tehát a benfentesek tudják. Tehát amit tud egy ember, akkor az már nem titok, nem? Vagy ha tud kettő, akkor az még úgyse. Oké? Okay. Tehát
ez olyan hülyeség, ez a titokban ugye kell tartani az árverezéseket, de hát hogy? Hát vannak akik tudják. Hát most gondold végig, mit tudom én, titkos tárgyalásokat folytatnak politikusok, azt kitudódik, érted? Hát ha politikusoknak a titkos tárgyalásai kitudódnak, akkor nehogy már a bankok ne tudjanak, vagy a illetékes emberek, akik meg akarják venni a potom pénzére az ingatlant, azok ne tudják, hogy árverezni fogják. Érted? Azt az ingatlant. Szóval, és az emberek elhisznek mindent. Érdekes dolgok ezek, tehát lényeg az, hogy mondom, nyugodtan utána nézhetsz, nem találsz a Földön olyan gazdag családot, nagyon gazdag, ultra gazdag családot, akik nem úgy gazdagodtak meg, hogy az emberek rovására, tehát nem találsz ilyet. Tehát és az emberek tudatlanságának rovására, tehát hogy tudatlanok, és ezáltal ugye ki tudtak használni az embereket gyakorlatilag, ki tudták használni az emberek tudatlanságát. Na most gondold végig, hogyha ha hatalomban lévők kihasználják az emberek tudatlanságát, akkor nem kellene eszesedni? Tehát nem kellene egyre eszesebbé válni annak érdekében, hogy ne tudjanak kihasználni. Érted? Hát most ugye erre azt tudod mondani, jó, téged kihasználnak, de mást is. És abból a sok-sok emberből, akit kihasználnak, abból lesz a vagyongyarapodásuk. Érted? Tehát ezért érdemes lenne neked elgondolkodni, hogy miért pont te legyél az egyik, akit kihasználnak állandóan, amíg élsz. Érted? Mert a legtöbb embert onnan, hogy megszületett, odáig, hogy meghal, még ha mondjuk él 100 évet akkor is, a legtöbb embert onnantól, hogy megszületett, odáig, hogy meghal, azon a 100 éven keresztül kihasználják. Érted? Kik? Hát a gazdagok. A gazdagok. Most gondold végig, minden egyes, mit tudom én mondjuk, 1000 forint, mondjuk 2,5 euró, vagy 2,5 dollár, úgy durván, az annak egy töredéke, egy része, az oda vándorol bizonyos ultra gazdag emberhez, érted? És most nem arról beszélek, akinek dolgozol, munkáltatónak, mert az egy más téma. Tehát úgy, hogy az ég adta világon semmi közünk hozzá. Érted? Tehát az ég adta világon semmi közünk hozzá. Mondok példát, hogy ezt elhit, hogy így van. Hát fogják, kölcsönadnak az országnak, és utána a dolgozók fizetik vissza. Hogyan? Hát azt mondja a nyugdíjas, hogy hát ő nem fizet, dehogy nem fizet áfát. Hát mindenki fizet áfát, veszel egy terméket, annak az áfája 27% nálunk, érted? Ami azt jelenti, hogy mindenki, és onnantól kezdve gondold végig, minden ember itt az országban az fizet a gazdag embereknek. Érted? Mert itt élünk, és van hitele az országnak. És gyakorlatilag a Földön talán van 3 olyan ország, amelyiknek nincs ezekhez a gazdag ország, vagy gazdag bankok, tehát gazdag emberek felé, gazdag családok felé, amelyeknek nincs ilyen hitele. A 200-valahány országból, vagy közel 200 országból. Érted? Van 3 talán, amelyeknek nincs hitele. Érted? Tehát például a, mit tudom, Iránnak nem volt, de most a Covid alatt lett. Érted?
Például Dél-Koreának nem volt. Jó, ott azt nem is tudták elintézni, hogy legyen. Vagy Észak-Koreának, bocsánat, nem Dél-Koreának. Érted? Jó? Tehát gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy folyamatosan minden egyes pénzedből megy ezeknek a gazdag embereknek. Most, hogy éppen kinek, az most ebből a szempontból részletkérdés. Érted? Tehát ha azt gondolod, hogy te nem, hogy nem, mindenki. Mit tudom én, durván itt vagyunk, csak nem 10 millió Magyarországon, mind a 10 millió állampolgár, az fizet ezeknek a gazdag embereknek. Érted? És akkor itt van Európában több száz millió ember, ez a több száz millió ember mind kivétel nélkül fizet a gazdag embereknek. Érted? Szóval ez egy röhely, ha jobban végig gondolod. De miért? Hát az emberek tudatlansága véget. Tehát ugye mindig egész életemben azt hallottam, minden ilyen pénzügyi szakember azt mondta, hogy a gazdaság motorja a hitel. Ezt tudod, mekkora baromság? Tehát nekünk van egy vállalkozásunk, ugye? Nem vállalkozás, egy cég. Ugye a KFT-nk az 96 óta működik. A részvénytársaság nem, 94 óta működik. A részvénytársaságunk 96 óta működik. Soha a cégünk egyetlen egy vas hitelt nem vett föl, mégis működik. Érted? Soha egy forintot se. És mégis működik. Szóval lényeg az, hogy tehát nem attól függ, hogy valaki hitelt vesz föl. Hát ugye ez a bankoknál úgy működik, hogy tiszta és világos legyen, hogy amit a befektetők, tehát nem a saját pénzüket hitelezik. Ha valaki azt gondolja, hogy a saját pénzüket hitelezik, nagy tévedésben áll. Beraknak az emberek pénzt, és azt helyezi ki hitelbe. Érted? Tehát gyakorlatilag hát a banki szféra az a legjobb ebből a szempontból, mert így működik, hogy nem a saját pénzét kell kiadni a hitelbe, érted? Hanem a befektetők pénzét. Na most, ugye, és mi a probléma a hitelezéssel? Ugye a hitelezéssel az a baj, hogy kamatot számolnak fel. Tehát a hitelezéssel nem lenne probléma, ha nem számolnának fel kamatot. Tehát a kamat miatt gyakorlatilag annyi hitel van a bolygón, kin, amit nem lehet visszafizetni. Ezt tudtátok? Tehát nem lehet visszafizetni. Tehát a visszafizetése lehetetlen. Csak akkor ugye egy kérdés van, hogy lehetett ennyit kiadni? Érted? Hogy lehetetlen kifizetni. Tehát ilyen nem tudom hány trillió dollár a kihelyezett hitel, és annak a kamatai. Érted? És akármilyen hihetetlen, nem a kihelyezett pénz a sok már, hanem a kamat. És az emberekkel elhitetnek dolgokat, és az emberek elhiszik. És ez tök jó nekik, mert gondoljátok végig, az embereket megetetik, ugye nem valós információkkal, hazugságokkal, úgy is lehetne mondani, vagy elferdített információkkal. Az emberek elhiszik, és ők meg röhögnek a markukban. Mert az emberek nem értenek hozzá, tudatlanok, nem néznek utána, nem kérdeznek meg olyan embereket, akik értenek hozzá. És akkor kész, át vannak vágva. Erről szól a világ. És az, mondom még egyszer, az összes szupergazdag család vagy ember így lett. Hát most gondold végig, mondok egy példát, itt van a Facebook. Érted? Tehát én Facebookozom 14 éve. Üzleti
érdekből facebookozom. Tehát nem magánérdekből. Magánérdekből sosem facebookoztam volna. Ezért magáninformációkat nálam a Facebookon ne keres, mert az üzenőfalamra sosem rakok fel magáninformációkat. Csak üzletit. Szóval 14 éve. 14 évvel ezelőtt a Facebook sokkal, de sokkal lazább volt. Még 10 évvel ezelőtt is sokkal lazább volt. Tehát, ami azt jelenti, hogy mit, tehát nem akart állandóan minden tekintetben rád erőszakolni az, hogy te fizess neki. Érted? Nem akarta. Tehát gondold végig, akkor még a Zuckerberger a mai vagyonához képest sokkal kevesebb vagyonnal rendelkezett. Most, hogy sokkal több vagyona van, sokkal több pénzt akar keresni az embereken, mint akkor. Nem tudom ezt megérteni. Érted? Nem tudom, nem akarom ezt megérteni. Tudom megérteni, mert tehát az emberi, mit is szoktak erre mondani? Kapzsiság, igen, ezt a szót kerestem. Az emberi kapzsiság az a vagyonnal nő. A legtöbb esetben. Tehát minél. De nem is kapzsiság, ez kizsákmányolás, inkább azt a szót. Ez kizsákmányolás. Tehát minél gazdagabb, annál nagyobb kizsákmányolást csinálnak. Hát most gondold végig, a 70-es, 80-as években volt gyakorlatilag a legmagasabb életszínvonala a nyugatnak. De nekünk is, a keletieknek. Hát nekünk is, csak hozzájuk képest az jóval alacsonyabb volt az életszínvonalunk, de gondold végig, magyarokként mondjuk a 70-es években magasabb volt az életszínvonalunk, mint a görögöknek, a spanyoloknak, sőt, még azon a szinten voltunk, mint az olaszok. Most hol vagyunk ezekhez? Jó, tehát mondom, a 70-es, 80-as években Európában, Amerikában és Japánban az volt az életszínvonal szempontjából a virágkor. Aranykor úgy is lehetne mondani. Oké? Na most, gondold végig, hogy azóta a kizsákmányoló családok sokkal gazdagabbak. De nekik most sokkal több pénz kell, mint akkor. Érted? Tehát ezért mondom, hogy érthetetlen. Tehát azok, akik ma kizsákmányoló családok, azok ugyanúgy megvoltak a 70-es, 80-as években. Érted? Akkor a vagyonuk jóval kevesebb volt, mint most. De akkor nem zsákmányolták ki úgy az embereket, mint manapság, érted? Tehát akkor még érvényesült az élni és élni hagyni el. Most sokkal többet, nagyobb mértékben kizsákmányolják az embereket úgy, hogy nagyságrendekkel több a vagyonuk. Érted? Hát mondom, a Facebook erre a jó példa, de bármelyik más jó példa lenne. Hát például a Google is. Hát a Google is, hát gondold végig, ha a YouTube, mert ugye a YouTube Google tulajdon, ha a YouTube-on ugye te reklámmentes YouTube-ot akarsz, akkor azt mondja, hogy fizess. Érted? Meg ha mit tudom én, ilyen-olyan funkciókat akarsz, akkor azt mondja, hogy fizess. Alap volt régen, hogy teljesen díjmentes volt. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy akkor a Google tulajdonosának, mit tudom én, ki a manó lehet, nem érdekel, sokkal kisebb volt a vagyona. Azóta sokkal nagyobb a vagyona. Érted? Hiszen megvette a YouTube-ot. Na most gondold végig, és mégis még több pénzt akar lehúzni az emberekről. Nonsense. Gondold végig. Tehát ez azt jelenti, hogy minél gazdagabbak, annál kizsákmányolóbbak. Tehát, hogyha te azt gondolod, hogy ezekkel a gazdag réteggel az embereknek jobb lesz, akkor nézz vissza egy kicsit a múltra. Mondom még egyszer, a nyugati világban, beleértve minket is európai emberek, tehát kelet-európai, kelet-közép-európai embereket,
a 70-es évek második felétől a 80-as évek végéig éltünk a legjobb életszínvonalon. Oké? Okay? És ez azt jelenti, hogy azóta például akkor még a nyugati állampolgároknak elég volt, hogyha a férfi dolgozott, a nő otthon volt. Nem kellett dolgozni, érted? A nőknek, mert egy fizetésből fent lehetett tartani úgy egy családot, hogy akkor több gyerek volt, mint most. Érted? Úgy fent lehetett tartani egy családot, hogy átlagosan több gyerek volt akkor, mint most. És ezt most már nem lehet megcsinálni. Tehát a nőknek el kellett menni úgy dolgozni, hogy kevesebb a gyerek. Érted? Átlagosan. Szóval, és miért van ez így? Mert több az elvonás. Ilyen egyszerű. Mert több az elvonás. Most gondold végig másik adat ebben kapcsolatban. Minél jobban lehet gépesíteni valamit, érted? Annál olcsóbb a termelés. Minél több manuális munka szükséges egy termeléshez, nyilván annál drágább. Tehát most ugye mennyivel fejlettebb ugye a technika, a technológia, mint mondjuk 70-es, 80-es években. És mégis több az elvonás. Röhely, gondold végig. Röhely. Tehát akkor nézzük tovább. Ugye beszélnek arról, hogy ugye az a baj, hogy túl sok a nyugdíjas. Tehát ugye beszélnek arról, hogy túl sok a nyugdíjas. És hát de könyörgöm. Régen, nem, most a nyugdíjasokat kellett eltartani, régen meg a sok gyereket. Érted? Vagy nem? Tehát ha megnézzük a népességet, nőtt a népesség. Oké? De miért nőtt? Mert sok gyereket tartottak el. Jó, kevesebb nyugdíjas tartottak el, mint most. De sokkal több gyereket? Nem? Tehát gyakorlatilag ráfogják most a nyugdíjasokra, hogy azért nehéz a világ, mert a nyugdíjasokat el kell tartani. Ezt mondják. De tényleg ezt mondják. Érted? De akkor meg a gyerekeket kellett eltartani. Hát gondold végig, most már, tehát régen úgy volt, hogy egy gyereknevelés sokkal magasabb mértékben volt államilag támogatott, mint most. Hát gondoljuk végig, totál ingyenes volt a oktatás. Oké? Még a tankönyveket is szinte ingyen kaptuk. Akkor állami támogatások voltak a gyerekruhákon. Érted? Potom pénzért tudtál gyerekcuccokat venni. Most a gyerekszületésből bazi üzletet csinálnak. Érted? Tehát nem adott annyi, nem fizetett az állam annyi nyugdíjat. De a gyerekekre sokkal többet költött, mint manapság. Érted? Mondok példát, a gyereket elvitted sportolni egyesületbe ingyen, vagy csak nem ingyen. Érted? Most gatyádat oda fizeted. Oké? Tehát, de ezt megint megetették az emberekkel, gondold végig. És az emberek elhiszik, beveszik, érted? Tehát jó, hogy most sokkal több a nyugdíjas, hát sokkal kevesebb a gyerek. Hát sokkal kevesebb gyereket kell eltartani, mint akkor. Érted? Hát nehogy már valaki azt mondja, hogy egy gyereknek az eltartása az potom összeg. Oké? Okay?
Szóval érdekes világot élünk, ha jobban megnézzük. Tehát itt megnézed, semmi másról nem szól a történet, csak arról, hogy egyre jobban és jobban azért kizsákmányolják a lakosságot, mert egyre nagyobb kizsákmányolók azok, akik kizsákmányolnak, tehát a gazdag emberek. Világos ez? Tehát most azért nonsense gondold végig, hogy van egy ország, amely nyomtathatna saját pénzt. De nem nyomtathat, mert neki a saját pénzét magánvállalattól meg kell vennie. A saját pénzét magánvállalattól meg kell vennie. Érted? Ugye mi régen minden országnak volt saját pénznyomdája. Nekünk is. Ugye tudjátok, ott a Fradi pályával szemben volt a pénzverde. Meg a pénznyomda is egyben. Érted? És ott volt nyomva a forint. És ahogy bekerültünk az EU-ba, ez megszűnt. Kész. Ami azt jelenti, hogy mi nem nyomtathatunk forintot, nem is verhetünk forintot, ugye az a fémpénz, amit vernek. Nem verhetünk, hanem a pénzünket, a forintunkat meg kell venni euróra. Érted? Meg kell venni, magánvállalattól kell megvenni euróra. Most mindegy, hogy azt mondom, hogy magánbank, vagy magánvállalat, mert a magánbank az egy magánvállalat. Érted? Hát minden bank részvénytársaság. Oké? Vagy legalábbis a legtöbb. Szóval, onnantól kezdve az magánvállalat. Tehát magánvállalat. És ugye mi történik? Hát ugye azzal van a legnagyobb gond, hogy ugye mit jelent a költségvetési hiány? A költségvetési hiány azt jelenti, hogyha családra nézzük a költségvetési hiányt, hogy megjön a fizetés, és a hó végére nem elég az a pénz, amit fizetésként kaptatok. Tehát ahhoz, hogy mindent ki tudj fizetni, föl kell venned hitelt. Érted? Na, ugyanezt csinálja az ország. Ugyanezt csinálja. Ugye neked van egy költségvetésed havi szinten a családodnak, hogy mennyit fogsz költeni, van egy bevételed, amennyit kerestek, oké? És ugye az a jó, ha a bevételedből az összes kiadást ki tudod fizetni. Ha nem tudod kifizetni az összes kiadást, mert túl sokat költöttél, akkor mit kell csinálnod? Magánszemélyként fölveszel hitelt. Na, az állam pont ugyanezt csinálja. És minden államnak éves szinten van egy 1, 2, 3 vagy akár még több százalékos költségvetési hiánya. Tehát mintha neked minden hónapban lenne a fizetésedhez képest egy 1-2-3 százalék vagy 4-5 százalékos mínuszod. Tehát magyarul többet költenél. Érted? Na, minden állam ezt csinálja. Minden állam. Jó? Legalábbis itt nálunk Európában, meg Észak-Amerikában ezt csinálják. Jó? De ez marha nagy biznisz annak a pénznyomdának. Érted? Miért? Mert az állam megveszi a forintot attól a pénznyomdáért. Pénznyomdától. Most gondold végig. Az a papír kinyomtatása, tehát általában ugye régen úgy csinálták a pénzt, csak hogy tiszta és világos legyen, hogy körülbelül annyit ért a pénz, mint amennyi bekerült. Érted? Tehát annyit ért. Mi az, hogy mint ami bekerült? Volt egy munkadíj, meg volt egy értéke annak a fémnek. Érted? Ha ezüst, akkor ezüstpénz volt, akkor az ezüstnek, ha aranypénz volt, arany. Ezt most is meg tudod csinálni, ha veszel olyan aranyat, ami érme.
Tehát rendes hivatalosan lehet ilyet kapni. Rendes érme. Ami vert érme, az drágább, mint mondjuk a befektetett arany. Befektetési arany. Tehát mondjuk egy befektetési arany az 99,99% tisztaságú. Oké? Veszel egy 99,99% tisztaságú érmét, és mivel azt nyomtatták, oké, verték azt az érmét, verték, ezért az drágább, mint a nem, mint a befektetési arany. Érted? De az azt jelenti, hogy a fémnél régen az úgy volt, hogy körülbelül értékében volt. Érted? Tehát ezért ugye nemes fémekből nyomtatták a pénzeket. Azt kitalálták, hogy mennyivel jobb, hogyha papírból nyomtatják. Miért? Hát mert az a töredéket sem éri annak a pénznek, érted? Hát most gondold végig, Magyarországon voltak az első 200 forintosok. Emlékszel erre? Az első 200 forintosokat, mit tudom én, egy-két év után bevonták, mert a benne lévő ezüst miatt többet ért, mint 200 forint. Érted? És kinyomtattak, vagyis vertek új 200 forintot. Ezt tudtad? Nem tudtad? Hát pedig ez van. Az első 200 forintosok, azok most sokkal, de sokkal többet érnek, mint 200 forint. Oké? Mert azóta ugye egy csomó inflációnk volt, és annak az ára maradt, mert az ezüstöt tartalmazott. Az első 200 forintosan. No szóval, és ugye azért is szokták a pénzt módosítani, a fémpénzt, mert gyakran előfordul, hogy maga a fémpénz már többet ér, mint a névértéke. Na, a papírnál ilyen probléma nincsen. Hát nincs ilyen, mert a papír az töredékét éri annak, mint ami rá van nyomtatva. Érted? Töredékét. Na most gondold végig, mit tudom én, mondjuk egy mondjuk 10.000 forintosnak az előállítása mondjuk benne van, mit tudom én, 500 forintban, csak most mondtam valamit. Szerintem többen biztos nincs. Lehet, hogy még annyiba sincs. Legyen 500 forint. És mi, magyarok, nem csak mi, hanem szerte Európában az országok, a saját pénzükért, gondolt végig, kifizetnek 10.000 forintot. 500 forint. Tehát annak, aki legyártja, annak kerül 500 forintjába, mi meg megvesszük, azt mondja, a 10.000 forint, akkor az mennyi? 25 euróért. Megveszük 25 euróért azt, ami ér 500 forintot. Ami ér egy 1 eurónál egy kicsit több, 1,25 eurót. Annyit ér. Tehát, hogyha mi nyomtatnánk ki, érted, mi csinálnánk, akkor nekünk 1,25 euróban, nem is euróban nem is kerülne, hanem 500 forintba kerülne. Érted? De ez nem így van, nem így működik. Tehát gondold végig, és ezt az amerikaiak találták ki, még a 1920-as években, és ezért kellett elsüllyednie a Titanicnak. Mondom, kellett elsüllyednie a Titanicnak. Nagyon érdekes, mert lementek, megnézték a Titanicnak hogy hívják át, a hajóját, és nem befelé horpadt, hanem kifelé. Érted? Tehát gondold végig, jéghegynek ütközött, akkor hogy tud kifelé horpadni a lemez? Érted? Na most ráadásul, ugye azt is utána nézhetsz,
hogy ez a, mit tudom én, ez hány milliméteres acélból volt ez a hajó. Soha életben nem szakítja föl egy jég. Oké? Mondom, soha életben. Tehát még mondjuk egy 10 mm vastag acéllemez, tudod, hol szakít föl a jég? Soha az életben. Hát az acél sokkal keményebb, mint a jég, és az emberek ezt elhiszik, hogy a jég felszakította. Érted? Ráadásul ugye azt mondták, hogy az akkori világ legbiztonságosabb hajója volt. És tény az, mert engem mindig érdekeltek ezek a hajó dolgok. Tényleg, például mit tudom én, a Lusitánia elsüllyesztése is érdekelt, és tanulmányoztam ezeket. Ugye ennek köszönhető volt, hogy az amerikaiak beszálltak a második, vagy az első világháborúba a Lusitániának. Tehát el kellett süllyedni a Lusitániának, hogy beszálljon Amerika az első világháborúba. Mondom, el kellett süllyednie. Tehát nem németek süllyesztették el. Jó, maradjunk ennyibe. Érted? Na, de rá lehetett fogni, és emiatt beszállt Amerika a németekkel szembe természetesen. No, de nem is ez a lényeg, hanem mondom még egyszer, nem lehet elsüllyeszteni, tehát nem tud felszakítani egy acélt, egy jég. Nincs ilyen, ezt felejtsétek el, mert az mondjuk szikla lenne, akkor esetleg, érted? De nem szikla volt, ott mit tudom én, milyen mély a tenger, bazi mély, illetve az óceán, ahol elsüllyedt, ezért ugye sok-sok évtizedig nem is tudtak olyan mélyre menni, mint ahova lesüllyedt. Tehát nem véletlenül süllyesztették oda. Ha gondold végig, egy olyan helyen süllyesztették volna el a Titanicot, ahol alacsony a tengerszint, az óceánnak a szintje, akkor bögd meg, akkor mi történt volna? Akkor az történt volna, hogy lementek volna a búvárok, és kiderítették volna, hogy jé, hát ez a Titanic nem behorpadt, hanem bentről kifele kihajlott a lemez. Hát bentről kifele úgy tud a lemez kihajlani, ha ott egy detonáció, egy robbanás történt. Történt. Érted? És ugye több olyan kongresszusi, amerikai kongresszusi képviselő utazott azon a hajón, akik nem akarták megszavazni azt, hogy a Fed, az amerikai jegybank az magánkézbe kerüljön. És ezek meghaltak, és onnantól kezdve valami egy-két szavazattal megnyerték azt az arányt, érted, hogy elfogadta az amerikai parlament, kongresszus, elfogadta, hogy a Fed az magánkézbe kerüljön. És ugye ez azt jelenti, hogy nem csak Magyarország van így. Ha költségvetési hiánya van, akkor az Amerikai Egyesült Államoknak, akkor a Fedtől veszik a dollárt a költségvetési hiányra. A Fed, az pedig Rothschild, Rockefeller, Morgan, stb. Családok tulajdonában van. És az azt jelenti, hogy őket gazdagítják. Világos? És ezt el tudták érni Amerikában először, ugye a 20-as években, utána meg is szavazták, mikor a Titanic elsüllyedt. Lényeg az, hogy gondoljátok végig, és ezt elterjesztették a világban. És ma a jegybankok, mit tudom én, az országok jegybankjainak 90 akárhány százaléka, csak nem az egész, az egész világon, az mind magánkézben van. És nem állami kézben. Oké? Okay? És az emberek, tehát emberek, azt higgyétek el, hogy gomolyan, nézzétek meg, az a baj, hogy a fiatalok ezt nem tudják. Tehát nem tudják, hogy sokkal jobb világ volt a 70-es évek második felétől,
egészen a 90-es évek elejéig nem tudják. Tehát még egyszer mondom, nem tudják. Az, akik akkor éltek, azok tudják, de nem gyerekként éltek, felnőttként, érted? Akik felnőttként éltek, vagy már akár serdülők voltak, vagy serdülőkor fölöttiek, azok is átláthatták, hogy a szüleik jobban éltek, mint ahogy ők most élnek. Tehát nyugodtan a fiatalok is összehasonlíthatnák, akik, mit tudom én, mondjuk a 70-es években születtek, érted? Összehasonlíthatnák, hogy a szüleik jobban éltek, mint ahogy ők most élnek. Tehát mondom, itt egy dologról szól a történet, egy gazdag minél gazdagabb, annál kizsákmányolóbb. Oké? Okay? És annál többet akar elvonni az emberektől. És ezt mondom, minden, ha nézd meg az interneten, minden erről szól. Ezt mondja, azt mondják, hogy ez a beetetés időszaka. De mondjuk 10 év az nem beetetés. A beetetés az 1-2 év szokott lenni, nem 10 év. Érted? És akkor utána szépen fokozatosan egyre nehezebbé válik, és az azt jelenti, hogy egyre többet és többet vonnak el az emberektől. Hát most mondok példát, ott van a Microsoft. Ugyanez. Ugye a Bill Gates azóta, mióta a Microsoftot elindította, sokkal gazdagabb. Oké, és ha megnézed a Microsoftot, mint céget, akkor azt látod, hogy mit csinál, egyre hamarabb és hamarabb betesz egy új Windows-t, tehát egyre hamarabb, új Windows-nak kell lenni, egyre hamarabb, és nem csak, hogy egyre hamarabb új Windows-nak kell lenni, hogy megvegyed, hanem egyre drágább is. Érted? A Windows. Tehát magyarul egyre több pénz kell neki. Tehát egyre több és több pénz kell, hogy befolyjon. Ugye a kasszába. Tehát, ja igen, meg még ráadásul nem csak ez van, hanem régen ez úgy működött, hogy neked volt egy számítógéped, föltelepítettél mondjuk egy 3.1-es Windows-t, 3.1-es Windows, az már hasonlított ehhez a Windowshoz. Utána lett a 3.11, utána lett, mit tudom én, a Windows 95, stb. A Windows 2000, stb. Stb. Tehát szépen jöttek, és ugyanarra a gépre föl tudtad telepíteni. Érted? Minden csorba az összes Windows-t. Most vagy vettél egy számítógépet, és a régi Windows-okat ugyanúgy föl tudtad telepíteni rá. Most veszel egy számítógépet, itt van, most vettem nemrég, és nem tudsz rá telepíteni mondjuk Windows 10-et. Érted? Nem tudsz. Tehát megcsinálják, hogy ne tudj egy előző verziót föltelepíteni, érted? Szóval, hát ezekből is látni, hogy minden gazdag embernek egyre több és több pénz kell. Mondok másik példát, mit tudom én, volt egy videóvágó program, van a Freemake. Régen a Freemake totál ingyenes volt. Oké. Okay. Majd azt csinálták a Freemake-kel, hogy fogta és a végére rakott egy vízjelet, a saját cégének a vízjelét. Tehát, hogyha te nem akarod, hogy legyen a vágott videó végén egy vízjel, akkor vedd meg a Freemake-et. Majd, hogy még inkább biztassanak arra, hogy vedd meg, már az elejére is tették a vízjelet, érted? Tehát most gondold végig,
Tehát egy cég valamit elindul, hát biztos, hogy volt olyan szolgáltatás a Freebank-nek, amit pénzért adott. Tehát magyarul gazdagodott a cég, és minél gazdagabb a cég, annál több pénzt akar lehúzni az emberekről. Érted? Tehát ez azért, jobban megnézzük, ezért brutál. Tehát most akkor onnantól kezdve gondold végig, te arra számítasz, hogy jobb világunk lesz? Jobb világunk úgy tud lenni, hogyha az emberek okosodnak, eszesednek, és nem hagyják, hogy lehúzzanak róluk annyit, mint előtte, érted? Mikor tudatlanok voltak. Hát igen, tehát nem láttál, itt vannak ezek a gazdag emberek. Egyet se látsz boldognak. Hát a ultra gazdagokat, ezek a nagyon gazdagok. Egy se boldog. Miért? Mert gonosz. És a gonosz emberek boldogtalanok. Hát a jó embereknek valamit tenni kellene azért, hogy ne ebbe az irányba haladjon a világ. És itt egy dolgot tudunk tenni. Tehát nem tőlük kell várni a megoldást. Oké? Tehát ha te a hatalomtól meg a gazdag emberektől várod a megoldást, akkor csalódni fogsz. És szenvedni az életedben. Tehát a mindenkinek a megoldás az a saját kezében van. És az pedig az eszesedés. De az a baj, hogy te díjmentesen nem fogsz tudni eszesedni. Lesznek információid valamennyi, de nem lesznek módszereid. És tudod, az a baj, hogy egy ember úgy működik, hogyha fejlődni akar, és tartósan akar fejlődni, akkor abból a környezetből, amiben van, emberi környezetre gondolok, nem tájra, emberi környezet, tehát amilyen emberekkel tartja a kapcsolatot, itt ez a kulcskérdés, tehát akikkel egy ember tartja a kapcsolatot, tehát gondold végig, tehát tartottad életed során emberekkel a kapcsolatot, és oda jutottál, ahol most tartasz. Oké? Ugyanis az ember az hozzá alakul a környezetében lévő emberekhez. Tehát mindenki, nem véletlenül mondják azt, hogy madarat tolláról, ember barátjáról ismerni meg. De itt nem csak a barátokról van szó. Főnökök, kollégák, oké, akikkel kommunikálsz, emberekkel. Tehát ha egy ember fejlődni akar, akkor csak egy olyan környezetben, olyan ember, környezet, mondom még egyszer, emberek, olyan emberekkel kell lenniük, annak az embereknek, akik fejlődni akarnak, akik fejlődnek. Tehát ha egy egyén akar fejlődni, akkor olyan környezetben kell lenni, olyan emberekkel kell lennie, akik fejlődnek. Világos? Akik ugyanúgy akarnak fejlődni, mint ő. Ha marad abban a környezetben, akik nem akarnak fejlődni, ő se fog fejlődni. Világos ez? Mert az ember alkalmazkodik a környezetéhez. Tehát alkalmazkodik az emberekhez. Honnan tudod, hogy alkalmazkodsz az emberekhez? Mondom, ha te már itt tanulsz, és nem szóltál arról, hogy itt tanulsz mindenkinek az ismeretségi körödben, nem szóltál, tehát nem tudják, hogy te itt tanulsz, tudod, miért nem szóltál? Hát mert nem mertél. És tudod, miért nem mertél? Mert féltél attól, hogy mit szólnak. Ahhoz, hogy te nem olyan akarsz maradni, mint ők. Érted? Na most,
Ha tehát te attól félsz, hogy ők mit mondanak a te fejlődésedre, akkor te nem fogsz fejlődni, mert nem akarsz tőlük elszakadni. Tehát most mondok példát, jó? Próbálja nekem valaki rosszat mondani arról, mint amit én csinálok, leharapom a fejét. Szó szerint. Tehát a barátom, akivel középiskolás koromtól, tehát a 70-es évektől volt barátom, érted? 90 valahányban rosszat mondott arról, amit én csináltam, másnaptól megszüntettem a barátságot. Másnaptól. Érted? Azóta nem barátom. Ennyi. Tehát gondold végig, engem nem az érdekelt sose, hogy a környezetemben ki mit gondol, vagy ki mit mond. Sose érdekelt. Tudod, mit mondtam erre mindig? Majd akkor érdekel, ha ő tart el. Majd akkor érdekel. Oké? Ezáltal én simán ott tudtam hagyni ezeket az embereket. Simán. Érted? Tehát mondom, bárki az ismeretségi körömből mondana rosszat arról, amit itt csinálok, leharapnám a fejét. Ez szó szerint ért. Oké? És most sokkal inkább, mint bármikor, de régen is így volt. Nekem nem mondhattak. Onnantól kezdve mondott? Jó, hát akkor hanyagolva vagy, kész, ennyi. Nem kell, hogy mi összejárjunk. Ennyi. Úgy elrendeztem őket, mint a pingy. Jó? Szóval, mondom, ha te benned félelmek vannak az ismeretségi körödben, arról, hogy mit fognak neked szólni, akkor gyakorlatilag az van, hogy nem akarsz változni, érted? Nem akarod őket elveszíteni. Emiatt, mivel nem akarod őket elveszíteni, nem is fogsz változni. Nem is fogsz változni. Tehát azzal semmi gond nincs, hogyha nem negatív akarval a dologgal kapcsolatban, amit csinálunk. Azzal nem, akkor azzal nincs gond. De ha negatív, mondom, én tuti leharaptám a fejét. A szót biztos. Szóval, tehát akkor mi a megoldás? Tehát ha nem számíthatunk arra, hogy majd a hatalom meg a gazdagok megoldják az életünket. De a megoldás az, hogy nekünk kell fejlődni saját magunknak. Tehát saját magunknak fejlődnie kell. Fejlődnünk kell. És akkor nézzük meg, hogy ez mit akar. Tehát a fejlődésnek van 7 szintje. Tehát az emberi fejlődésnek van 7 szintje. Azért vagyunk itt, hogy egy élet alatt feljussunk a 7. lelki szintre. Tehát az a baj, hogy ez nem úgy működik, hogy összeadódnak az életek. Nem adódnak össze. Minden életben tiszta lappal indulsz. Nulláról. Mondom, tiszta lappal. Egy előnyöd lehet, ha az előző életedet jól élted. Hogy jó szülőkhöz kerülsz. Oké? Ami azt jelenti, hogy a szülők esetlegesen nem leértékelnek téged, hanem felemelnek téged. Érted? Tehát nem lecsökkentik a önbizalmadat, önbecsülésedet, önértékelésedet, hanem
legalább megtarthatod. Az a minimum. Na most, ez azt jelenti, hogyha a szüleid mondjuk nem ilyenek voltak, hanem hajlamosak voltak arra, hogy leértékeljenek, hát akkor az előző életedben nem azt csináltad, amit csinálni kellett volna. Világos ez? Tehát azért születünk olyan családban, amiben születtünk, hogy megéljük azokat a dolgokat, amit meg kell élnünk ebben az életben, és olyanná váljunk, hogy létrehozzuk azokat a dolgokat, amit meg kell élnünk. Tehát olyanná váljunk. Ezért ugye az a legnagyobb feladata létközi állapotban, két élet között, hogy az ember segítséggel, a teremtője segítségével megkeresi azt a családot, ahova be fog születni. Ez nem kis feladat. Miért? Mert volt egy előző életi teljesítményed, eredményeid, és attól függően, hogy azok az eredmények mennyire voltak pozitívak vagy negatívak, tehát magyarul neked olyanná kell válni az életedben, mint amiben az előző életedben elhagytad a földi létet. Érted? Na most, mivel nem így születsz le, hogy olyan vagy, mint az előző életedben, mert egyáltalán nem olyan vagy, ezért egy olyan neveltetést kell kapnod, ami által olyanná válsz, mint az előző életedben, ahogy elhagytad a földi létedet. Világos voltam? Tehát a szülői neveltetés által alakulsz olyanná, mint amilyen az előző életedben voltál. Jó? Tehát például mondjuk valaki gyilkos volt az előző életében, a legdurvább dolgot mondom, akkor gyakorlatilag a szülői neveltetés hatására egy totál elnyomó gyilkossá válik, érted? Jó? Szóval, ugye ebből elég jól rá lehet látni, hogy vajon az ember hogyan élhetett az előző életének a legvégén. Hát ugye mikortól lesz az ember felnőtt? 21 éves kortól. Tehát 21 éves kortól láthatja az ember azt, hogy milyen lehetett az előző életben. Oké? Tehát az előző életedet valahol elhagytad, valamelyik szinten. Jó esetben magasabb szinten, és akkor jobb családba születtél, jobb szülőkhöz. Rosszabb esetben ugye rosszabb szülőhöz születik az ember. Na most, ezáltal mindenféleképpen teljesen mindegy, hogy milyen családba született az ember, akkor is egy élet alatt kellene feljutni oda a beteljesülés szintjére. Ezt régen úgy tanították, hogy följutni a paradicsomba. De azt nem mondták, hogy ennek van 7 fokozata. Ugyanis ha körülnézel, én nagyon meglepődtem itt az elmúlt 4 évben, de tényleg én nem gondoltam volna, hogy az emberek 70%-a itt Magyarországon, én azt hittem, hogy jobb az arány, 70%-a biztos, hogy itt él. De úgy mondhatnánk azt, hogy az egyes lelki szinten a lakosság 70%-a túlélés szintjén. Honnan vettem ezt, hogy a lakosság 70%-a túlélés szintjén él?
Mert féltek a Covid-tól. Érted? És beoltották magukat, hogy túléljenek. Tehát én azt hittem, hogy az emberek egy jó része, tehát azt sejtettem, hogy a lakosság nagyon nagy része, 80-90% az az 1-es-2-es szinten van, azt sejtettem, de azt gondoltam, hogy csak egy kisebb része él a túlélés szintjén, és a többség az a biztonság szintjén él. Én azt gondoltam, ebből a 80-90%-ból. A többség az a biztonság szintjén él, és tévedtem. Be kellett ismernem, hogy tévedtem. Ugyanis kiderült, hogy a lakosság 70%-a az a túlélés szintjén élt. Tehát nagyon egyszerű, még egyszer mondom. Tehát azért, hogy túléljem, beoltattam magát. Tehát mondom még egyszer, azok is beoltották magukat, akit rákényszerítettek. Azért, hogy túléljen. Tehát neki az volt a túlélés, hogy megmaradhatott azon a munkahelyen. Világos vagyok? Az volt a túlélés. Mert ő nem hitt abban, hogyha neki el kell mennie arról a munkahelyről, majd talál hasonló másikat. Érted? Tehát simán túlélés szintjén volt az is, aki rá lehetett kényszeríteni arra, hogy beoltassa magát. Jó? Tehát nem csak az, aki önállóan oltotta magát, akit nem kellett kényszeríteni, hanem azok is a túlélés szintjén voltak, akiket rá kellett kényszeríteni. Tehát ugye én láttam például olyat, hogy katonák inkább leszereltek, mint hogy beoltassák magukat. Tisztek akár leszereltek, hogy ne kelljen beoltatni magukat, érted? Jó, szóval lényeg, hogy gondoljuk végig, tehát ez katasztrófa, hogy a Magyarország lakosságának a 70% az bizonyítottan a túlélés lelki szintjén él. Hogy fogsz följutni a 7. lelki szintre? Mondom azoknak, akik beoltatták magukat és bebizonyították, hogy a túlélés szintjén vannak. És ez nem bántás, ez csak, tehát azt kellene megérteni, hogy az ember úgy működik, hogyha nincs felismerés, akkor nincs változtatás, nincs változás. Tehát, hogyha neked az egód nem engedi, hogy felismerd dolgokat, amit hibásan csináltál, akkor úgysem fog semmin se változtatni. Ránéztem az órára, létezik, hogy mi van ma szerda, nem? Igen. Hát akkor 6-kor kezdtük, létezik, hogy már ennyi idő telt el. Igen. Jó, akkor létezik. Szóval, fel kellene jutnod oda a 7. lelki szintre, gyorsan ezt még elmondom. Muszáj, mert ez akkor így nincs befejezve ez a téma. Az emberiséggel kezet foghatsz az emberiség nagy részével, ha az 1-es lelki szinten vagy, csak ez nem ad boldogságot. Jó? Tehát aki 1-es-2-es lelki szinten éli az életét, az ne számítson arra, hogy boldog lesz valaha. Jó? Tehát nem, hogy valaha nem lesz boldog, hanem most gondold végig, a következő életében is ugyanerre a szintre fog leszületni. Stabilizálja ezt a helyzetet. A harmadik lelki szint az a valahova tartozás lelki szintje, az éri el, aki egy pozitív közösséghez rendszeres jelenlétével tartozik, mondom, pozitív közösség. Tehát egy pozitív közösség az nem értékel le. Negyedik, az elismerés lelki szintre az jut fel, aki képes teremteni és rendszeres elismerést
kap és ad, tanulja és gyakorolja az együttműködést az emberekkel. Ezt viszont saját csapat nélkül nem érheted el. Ahhoz, hogy saját csapatod legyen, némi nemű tudásra is van szükséged. Önmegvalósítás lelki szintet, az ötöst az éri el, aki képes teremteni, az embereknek át tudja adni a tudását, magasabb szinten tanulja és gyakorolja az együttműködést az emberekkel, saját csapat nélkül nem érhető el. Hatodik lelki szint, küldetés lelki szintet az éri el, aki képes teremteni és az emberekkel szeretetben, békében együttműködni, saját csapat nélkül nem érhető el. Hetedik lelki szintet, a beteljesülést az érheti el, aki képes teremteni a feltétel nélkül, szeretetben, békében együttműködni az emberekkel. Természetesen saját csapat nélkül nem érhető el. A hetedik lelki szintet viszont a szeretet korban fogjuk megtanulni, és abban fogunk felkerülni a hetedik lelki szintre. Tehát a 2035-ig föl kellene kerülned a hatos lelki szintre. Oké? Tehát a hatodik lelki szintre. Jó? Tehát ehhez nyújtunk tudást. Minden szerdán, minden vasárnap. Havonta átlagban 30 órányi tudást nyújtunk. Az első hónap és az összes többi hónapnak az értéke az 200 ezer forint, de az első hónap csak 19.700 akciósan, sőt a második hónaptól csak 12.500 forint akciósan. Jó, de mondom még egyszer, az értéke a havi képzéseknek 200 ezer forint. Tehát 200 ezer forintért kapsz kevesebb, mint tizedéért képzést. Sehol sem fogsz ilyen mértékben kedvező tandíj által tanulni. Jó, szóval, és milyen témákba tanulsz? Minden, ami ahhoz kell, hogy ezen a lelki fejlődés útján elindulj. Jó, tehát mindent megkapsz avval kapcsolatban, hogy a lelki fejlődés útján elindulj. És ha te valamire azt gondolod, hogy az nem segíti a lelki fejlődésedet, pedig itt tanulod, akkor óriási tévedésben vagy. Jó? Tehát én tudom, mi kell az emberek lelki fejlődéséhez, és tudom, milyen tudást kell ehhez nekem átadnom, és én azt átadom. Oké? És ha te úgy érzed, hogy hú, hát az nem tetszik neked az a rész, akkor inkább felvilágosítalak, hogy az a baj, hogy az betalált nálad. Jó? De valami nem tetszik, akkor az betalált. És ez mindig így szokott lenni. És, de az is, hogy ó, hát ez rám nem vonatkozik. Akkor is betalált valami. Jó? Tehát várunk benneteket szeretettel, gyertek ide tanulni. Nem csak ennyi vonzata van, hogy tanulhatsz, hanem díjmentesen szabad, boldog ember lehetsz, tehát díjmentesen kapsz egy olyan lehetőséget, hogy szabad, boldog ember lehess, a tudás mellett természetesen, a szabadsághoz anyagi függetlenségre is szükséged lenne, azt itt meg tudod teremteni a segítségünkkel, az anyagi függetlenséget, úgyhogy várunk szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk fél óra szünetet, utána egészségteremtő coach képzésünk lesz. Szeretlek benneteket, sziasztok!